A megyei közgyűlés ülésének előkészítésében, az előterjesztések megszövegezésében is dolgoznak köztisztviselők. Bérük alapja az illetmény alap 2008 óta nem változott, 38.650 forint. Vannak olyan önkormányzatok, ahol ezt ki tudják saját bevételeikből egészíteni, van, ahol nem. Veres János szocialista képviselő azt javasolta, hogy ha a helyi önkormányzatnak az illetmény alap növeléséhez nincs forrása, kapjon segítséget az államtól. Költségvetési kiegészítést adjon a kormány azon önkormányzatoknak, amely önkormányzatok ezt saját forrásból megoldani nem képesek. Megmondom miért. Az összeg meghatározása az egy törvényalkotási helyen van, amikor megmondja, hogy mennyi az illetmény alap, és természetesen az illetmény alapból következő kifizetések fedezetének a biztosítása, az meg a költségvetési törvény egy meghatározott részében szabályozandó. Még azzal sem vitatkozom, hogy lehet olyan differenciát tenni, hogy bizonyos adóerő képesség fölötti önkormányzatok esetében az állam nem járul hozzá, vagy nem teljes mértékben járul hozzá az ebből következő kiadási többlet finanszírozásához, míg mások esetében meg ez 100%-os mértékben biztosítja. A javaslattal egyet értett Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője is. A szándék és az akarat az, hogy tényleg a holtpontról ez a köztisztviselői illetmény alapnak a kérdése elmozduljon. Természetesen csak olyan szabályozást lehet elfogadni vagy javasolni, amelyben egységesen mindenki részére ez változást eredményez, viszont költségvetési finanszírozási oldalról pedig egy másik kérdés, hogy nem vagyunk egyforma tehetősek, akik kevésbé tehetősek, azokat jobban kell segíteni, mert hátrányos helyzetű településen itt méretnagyságtól függetlenül olyan jellegű problémák adódnak, amely már, hogy úgy mondjam, nem egészséges. Ezen biztos, hogy változtatni kell. Maga az előterjesztés erre hívná fel a figyelmet, és mi semmi többet nem kérünk, mint azt, hogy az átlag fizetéshez próbáljuk megigazítani az átlagbéreket a köztisztviselők esetében. Ugyancsak támogatta a módosítást és az illetmény alap növelését Kis András képviselő. Maximálisan egyetértek Veres képviselőtársam módosító javaslatával is, hiszen ez azt segíti, hogy azon önkormányzatok kapják meg ezt a forrást, akik mondjuk városháza eladásból nem tudják ezt a plusz forrást előteremteni. Külön örülök annak, hogy itt sosem merült föl, és ebben konszenzus van. Sesztánk Oszkár a testület elnöke úgy reagált, befogadja a javaslatot. A megyei önkormányzatnak lehetősége van minden megyei önkormányzatnak felterjesztési gyakorlásával. Én is egy olyan régi problémára hívtuk fel a figyelmet, amely kisebb településeknek, illetve hátrányos helyzetű településeknek komoly gondot okoz. Az illetmény alaphoz ők kevésbé tudnak hozzányúlni, megemelni saját hatáskörben, hiszen nincsen ez költségvetési forrásuk. Viszont a gazdag településeknél indokolt, hogy ennyi maradjon az illetmény alap, hiszen ők saját hatáskörben hozzá tudnak nyúlni az illetmény alaphoz, és így megfelelő bérezésben tudják részesíteni az önkormányzati tisztviselőket. Ez néhány megyében, illetve ebben a megyében különösképpen gondot okoz hátrányos helyzetű településeknél, ezért értünk a felterjesztési joggyakorlásával, és erre hívtuk fel a döntéshozók figyelmét, hogy ezt a problémát orvosolják a hátrányos helyzetű települések esetében, biztosítsák erre vonatkozóan a költségvetési forrást. Az ülésen felmerült az is, hogy a megyei önkormányzat keresse meg a többi megyei önkormányzatot a javaslattal, és adott esetben egy egységes fellépéssel érjék el a kívánt célt.